Monoszaharidok vizsgálata. Ebben a kísérletben kettőféle kísérlettel, az ezüsttükörpróbával és a Fehling reakcióval fogjuk a monoszaharidokat kimutatni. Először nézzük az ezüsttükörpróbát. Először egy kémcsőbe ezüstnitrátot csepegtetek. Majd annyi ammóniát adok hozzá, hogy feloldja a keletkező barna csapadékot. Miután ez megtörtént, öntök hozzá egy kis szőlőcukor oldatot. Ezután borszaszégő segítségével fogom melegíteni az oldatunkat, olyan 70-75 Celsius fokig. Figyeljük meg az ezüstnek a kiválását a kémcsőnek a falán. Ez az ezüst kiválás mutatja, hogy valóban található monoszaharid az oldatunkban. Miután az ezüst kiválás megtörtént, el is zárhatjuk a borszaszégünket. Következő kísérletünk a Fehling reakció lesz. Egy kémcsőbe először Fehling 1-es oldatot fogunk csepegtetni. Ehhez Fehling 2-es oldatot adunk. Láthatjuk ezt a mélykék csapadéknak a kialakulását. Adunk hozzá egy kevés szőlőcukoroldatot. Majd szintén melegíteni fogjuk. Ebben az esetben a kémcsőnek a tartalmát forralásig melegítjük, és figyeljük meg a lejátszódó színreakciót, színváltozást a kémcsőben. Ebben az esetben az mutatja a monoszaharidoknak a jelenlétét, hogy a mély kék színű oldatunk ilyen barnás-vörösessé változott. Elzárhatjuk a borszaszégünket.